A Magyar Vincsung Szövetség Török Szent Miklósi klubja hamarosan zárja a teljes őszi versenyszezont. Az eddigi eredményekről kérdeztük a klub tagjait. A hagyományokhoz híven ismételten, hát azért nem mondom, hogy egy év elteltével mindig itt találkozunk, de azért rendszeresen felszoktuk keresni a Magyar Wing Chun Szövetség Török-Szent Miklósi klubját itt a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola torna termében, ahol már azért jó ideje zajlanak az edzések, hiszen nem tudom hány éve már most itt töltitek az időtöket és az estéteket. Mi változott, mióta legutóbb beszélgettünk a klubbal kapcsolatosan? Létszám esetleg, vagy az változatlan? Netán te máshol is tanítasz, vagy úgy nagyjából összetudod-e foglalni néhány mondatban az elmúlt időszakot? Egy nagyon kicsiny, de lelkes csapattal dolgozunk itt Török-Szent Miklóson. Itt most sokan vagyunk, de itt a kisújszállási tanítványok, a földvári tanítványok itt vannak, és mindezek mellett én még Szolnokon is foglalkozom oktatással, tehát minden egyes napomat, délutánomat ez kitölti. Mindenütt próbálunk versenyezni, ahol az embereknek igénye van rám, és ezek hozzák is az eredményeket. Ezek szerint akkor a Török-Szent Miklósi és az itt lévő tanítványok közül nagyon sokaknak igénye van a versenyzésre? Egy 12-13 fős csapattal versenyzünk. Ebbe vannak formaversenyzők, illetőleg vannak olyanok is, akik így mondom bunyóznak. A formaversenyzők folyamatosan hozzák az eredményeket, a bunyósok is hozzák, csak ugye ők nekik még fel kell nőni a mezőnyhöz. De semmi gond, mert időnk van. Hány éves kortól vannak itt, akiket tanítasz? A legkisebbik úgy látom, hogy olyan 6-7 éves, a legidősebbik meg közel 51 néhány. Hát akkor mondhatjuk, hogy kortalan, bármikor el lehet kezdeni? Természetesen. Hogyha valaki szeretné elkezdeni, akkor itt talál meg benneteket, és mikor? Itt Török-Szent Miklóson kedden csütörtökön a Pánti Endre Általános Iskola tornatermébe 18 órától megtanulhatóak vagyunk, illetőleg akit a megyébe Kisújszállás, Tiszaföldvár, illetőleg Szolnok érdekel, az keressen meg engem. Visszatérve a versenyzésre, az elmúlt időszakban mennyire volt sűrű a versenynaptárotok? Ez úgy néz ki, hogy ugye a tavasz a sűrű, és az ősz a sűrű. A nyár az a zuborka szezon, úgymond van. A tavasszal volt az első fordulónk, ahol most számszerűen nem tudom megmondani, hogy hány érmet hoztunk el, de mindenki hozott, illetőleg aki több kategóriába indult, onnan is hozott. Nem ritka a két aranyérem, három aranyérem egy-egy versenyen, egy embernél. Utána kiléptünk egy kicsit nemzetközi porondra, hiszen Révkomáromban meghívást kaptunk a szlovák nyílt vusú bajnokságra. Ott is kimentünk, megmutattuk magunkat, onnan is igen szép eredményekkel tértünk haza. Illetőleg, hogy egy kicsit még legyen csavar, az egyik nagy büszkeségünk, egyik taktársunk sikeresen kijutott Grúziába az Európa-bajnokságra, de erről majd gondolom ő is beszámol két-három szóba, hogy mit ért el, meg hogy ért el. A nyár az uborka szezon volt, és most kezdődött újra a második forduló, a döntő, ami a múlt héten volt, azért ott látszik majd a kupákból, ugye minden egyes kupa egy-egy magyar bajnokot jelképez, szimbolizál, illetőleg a jövő héten lesz még a Nemzetközi Wing Chun Bajnokság, és ezzel zárjuk a versenyévadot. A Nemzetközi Wing Chun Bajnokság mit jelent? Honnan érkeznek, vagy éppen ti hová utaztok, és hányan vesztek részt rajta, vagy hogy ez meghívásos alapon történik, vagy a versenyeredmények alapján, tehát ki mehet oda? Bárki, aki vincsunozik, aki vincsunnal foglalkozik, bárki jöhet. Nagyon messzire kell utaznunk egészen Mezőtúrig, hiszen a Mezőtúri Testvérszervezet csinálja ezt már hosszú évek óta. Ugye a mi szövetségünkből is jönnek a Dunántúrról, Észak-Magyarországról, mindenünnen. Illetőleg ugye említettem Révkomáromot, ahol megismerkedtünk cseh és szlovák versenyzőkkel. Ők ellátogatnak idén hozzánk, jönnek szerbek, jönnek makadónok, tehát elég gyönyörű, szép elegy lesz. Az előzőekben már hallhattuk, hogy Sávai Petinek Kisújszálláson is vannak többek között tanítványai. Te is onnan érkeztél. Rendszeresen eltérsz Török-Szent Miklósra, vagy ez most egy különleges alkalom? Hát én rendszeresen járok Török-Szent Miklósra, mivel Kisújszálláson először volt, de aztán megszűnt, és így most Török-Szent Miklósra járok edzésre. Mióta űzöd ezt a harcművészeti ágat? 4 éve. Milyen eredményeit születtek ez alatt, és most leginkább erre a szezonra vagyok kíváncsi. Hát ezen a szezonon első hely az összes. És mi a célod ezzel a sportággal? Hát legfőképp az, hogy én azért iratkoztam be, hogy meg tudjam magamat védeni.
Szükséged volt már arra, hogy megvéd magad ezzel a harcművészettel? Persze. Egy turkevei ifjú harcművész is itt áll velem szemben. Ugye elárultok turkevéről jársz, hát te mióta sportolsz? 5 éve. Te miért kezdted el? Hát önvédelem, meg hogy legalább sportoljak valamit. Milyen eredményeid vannak, és mire vagy a legbüszkébb? 5 második érem ebbe az évben, meg egy 3., és a aranyérmeimre, ami... Forma gyakorlatokban indulsz, vagy ti még nem bunyóztok, csak formában szoktatok versenyezni? Igen, formában, és a Chamkyu meg a Silimtau. A forma gyakorlatok egy idő után, amikor gyakoroljátok, igazából nem szokott unalmas lenni? Nem, mert mindig máshogy csinálok, nem lehet egy formán csinálni ugyanazt. És az edzőtök mennyire kemény? Hát amennyire kell egy edzőnek. Most ifjú törökszentmiklósi lányharcművészek állnak velem szemben, egy kicsit meg is vagyok szeppenve. Mióta űzitek ezt a küzdősportot? 2,5 éve. 2,5 éve. És van 4 ezüstérmem, 1 arany és 1 bronz. Nekem 5 aranyérmem és 2 ezüst, 1 bronz. Honnan hallottátok, hogy Törökszentmiklóson lehetőség van ilyen sportot űzni? Hát nekem, én előtte kosaraztam, és én azt abba szerettem volna hagyni, és apa ajánlotta, hogy neki az ismerőse az én edzőm, bocsánat, az edzőm, és azután mondta apa, hogy na, akkor ő majd beszélni fog az edzővel, és beszéltek, és akkor az első edzésen már részt vettem. Én iskolába láttam őket, mert volt ilyen bemutató óra, és akkor ott ismerkedtem meg vele, megtetszett, és aztán mentem edzésre. 2,5 év alatt azt kaptátok, amire vártatok egy harcművészettől? Igen. Igen. Nem furcsa lányként ilyen sportágat űzni? Nem, nem furcsa. Nem furcsa egyáltalán. Melyik eredményetekre vagytok a legbüszkébbek mondjuk az idei szezonból? Az aranyra. Mezőtúron. Mezőtúron az aranyéremre. Újabb törökszentmiklósi harcművész hölgyekhez van szerencsém, akik közül már megtudtam, hogy azért van különbség, hogy hogyan is versenyeztek. Te milyen versenyszámban szoktál a küzdőporondra bemenni? Én formagyakorlattal szoktam versenyezni, és amit legelőször tanulunk, a Silimtaut szoktam versenyekre vinni. Én küzdelmi számokban szoktam indulni, csindában, ami light kontaktot jelent. Áprilisban voltam először versenyen. Második helyezést értem el akkor is, és most is. Tehát igazából az első versenyed is sikeres volt, és most a második is. Lányokkal kell küzdened, vagy fiúkkal is? Lányokkal kell csak küzdenem. Megvannak a súlycsoportok, és a korcsoport is, hogy kivel kell küzdenem. Mikor kezdted el ezt a harcművészetet űzni? Ezt a harcművészetet 2,5 éve kezdtem el űzni, és ebben az évben kezdtem el versenyezni. Én is 2,5 éve kezdtem el küzdni és űzni, és én is ebben az évben kezdtem el versenyezni. Aha, tehát akkor azért 1,5 év felkészülés kellett ahhoz, hogy mehessetek versenyre. És azt mi dönti el, hogy forma vagy küzdő a versenyszámotok? Hát azt mindenki saját maga dönti el, hogy mit szeretne csinálni, és utána az edző fogja őt felkészíteni. Te szeretnél későbbiekben majd a küzdő ágra átmenni? Én nem szeretnék, mert a formagyakorlatot jobbnak tartom, mivel abban nem is sérülhetünk meg olyan könnyen, és abból úgymond többet is tanulhatunk. Viszont te még nem árultad el, hogy milyen eredményei is születtek az idei szezonban, az első versenyszezonodban. Az első versenyszezonban egy aranyérmem született az országos bajnokságon, az első fordulóján. Most ebben a szezonban a második fordulóján és a döntőn is aranyérmes lettem, de Felvidéken második helyezést értem el.
Tiszaföldváról is köszönhetünk itt a Pánti Endre Katolikus Általános Iskola tornatermében harcművészeket. Mióta üzed ezt a sportágat? Hiszen most az előbb elárultad, hogy ti már, meg te is most már azért segíteni is szoktál Sávai Petinek. Igen, 2009-ben kezdtem el Wing Chun-val foglalkozni. Már gyerekkorom óta vonzottak a harcművészetek és a küzdősportok. Ezért 2009-ben eldöntöttem, hogy megpróbálom ezt a nagyon szép stílust űzni, csinálni. Ezek szerint akkor a szerelem az tulajdonképpen első látásra meg is történt, és azóta ezt űzöd. Milyen eredményeid vannak? Mire vagy a legbüszkébb? Igazából minden eredmény nagyon fontos, nagyon szép dolog, de összes eredményemre büszke vagyok. Arra igazából az öröm, amiért csinálom, úgyhogy minden nap nekem ez boldogság. A legszebb eredmény az, de akár mondom, a mostani bajnoki aranyérem az a eddigi talán legfontosabb és legszebb, mert ez három fordulós volt, és mind a három fordulóba maximumot kellett teljesíteni. És sikerült, igen, szerencsére. Készülsz te is a nemzetközi megmérettetésre? Ez még a jövő kérdése, de egyszer el szeretnék jutni én is nemzetközi porondra. Te is Tiszaföldváról érkeztél most ide hozzánk. Te mióta űzöd ezt a sportágat? Én 2010. október 5-e óta tisztán emlékszem első edzésemre. Hát szóval azóta nem tudok elszakadni, de ez is nekem is nagy szerelem. Sőt, igazából a legnagyobb sikereim inkább, amit én nagyon szeretek, a elért vizsgák és a fejlődés, amit tudok. Természetesen versenyzek is folyamatosan, de amire legbüszkébb vagyok, természetesen a tovább lépés, tovább és fejlődés. Most jelenleg ugye mondtad a vizsgákat, most hol tartasz? Hát, én most 8. szinten tartunk, és jövőre táborba egy újabb erőlépés a tervezett, 9. szintre. A 8. szint mit jelent? Ez egy haladó, ez egy magasabb szint, már mert 10. szinten már jön a mesterszint, itt már lehet oktatni is igazából, meg a mestereket segíteni a munkájukban, esetleg helyettesíteni őket, vagy az edzésen a munkájukat segíteni. És ezt szeretnétek is? Természetesen, hát ez a tanulás is ennek a harcművészet része, el kell jutni erre a szintre is. Tiszaföldváron van egy csoport, amelyben mondjuk tudnátok is így segíteni? Persze van Tiszaföldváron is csoport, a Ószörői főút 65 szám alatt megtalálhatóak vagyunk. Ott is van egy kisebb, de nagyon lelkes csoport, akik rendszeresen járnak edzésre és szeretik csinálni, amit csinálnak. Egy nagyszerű csapattagja, úgy gondolom. Mióta foglalkozol a harcművészetnek ezzel az ágában? 4,5 éve kezdtem el járni az edzésekre, és hát igen, ugyanígy. Akkor miért gondoltad úgy, hogy szeretnéd elkezdeni? Igazából az egyik osztálytársam szólt, hogy vannak kung-fu edzések Tiszaföldváron, és hogy lenne kedvem menni. Én megmondtam, hogy persze, mert szeretek sportolni, szeretek mozogni, és így a harcművészet, küzdősport, ez mindig is vonzott, csak nem volt lehetőségem kipróbálni. Kipróbáltad, és akkor megszeretted? Ennél is maradtál, nem is váltottál soha? Abszolút megszerettem. Tényleg a 4,5 év alatt voltak ilyen 1-2 hónapos kiadások, például a nyáron, mikor nem tudtam menni, meg hasonló, de ettől függetlenül mindig, igen. Az előzőekben itt, akikkel beszélgettem, ők elmondták, hogy már a vizsgáknál a 8. szinten tartanak. Te hol állsz jelenleg? Én jelenleg a 4. szinten tartok. Lett volna lehetőségem további szintvizsgákat tenni, csak ezeket már csak nyári edzőtáborokban lehet. És az idei nyáron pont úgy alakult, hogy nem tudtam elmenni, és így maradtam most ennél. De versenyeken jártál? Igen, igen. Kicsivel több mint 2 éve kezdtem a versenyre járni, és azóta folyamatosan. Milyen eredményeid születtek mondjuk az idei évben? Az idei évben úgy van nálunk, hogy van a HKF bajnokság, ez 3 fordulós, 2 forduló és 1 döntő. Az idén volt még egy Európa bajnokság, és Szlovákiában egy nemzetközi bajnokság. Itt a magyarországi HKF bajnokságon első lettem, pusztakezes és botformában. A szlovákiai versenyen pusztakezesben 3., botformában 3., az Európa-bajnokságon pedig pusztakezes formában 1.